Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola elnöke, ifja Blomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum szóvivője és a Regőci Alapítvány vehette át a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szellemi honvédő díját Budapesten. Írta a Nemzetpolitikai Államtitkárság közösségi oldalán. Az elismerésben évről évre olyan személyeket és szervezeteket részesítenek, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar nemzeti érdekek védelme és érvényesítése érdekében. Orosz Ildikót méltató beszédében dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott: dr. Orosz Ildikó fáradhatatlan, több évtizedes munkásságának köszönhetően kárpátaljai magyar diákok tízezrei lehetnek hálásak, hogy minőségi anyanyelvi közoktatásban, szakoktatásban és felsőoktatásban részesülhetnek. Olyan vezetője ő a kárpátaljai magyarságnak, aki ebben a nehéz időben fizikailag és lelkileg is közel maradt az övéihez, személyesen ismeri őket és gondja van rájuk. Neve olyan fogalom Kárpátalján, sőt díjai és életútja fényében az egész magyarság számára, ami köré a minőség, a küzdés, a terv és annak megvalósítása párosul.